Visszaszorítaná a kormány a készpénzes fizetést a cégek és magánszemélyek esetében egyaránt. Az intézkedés a kormány felelősségvállalással tett reformcsomagjának része. A kezdeményezők szerint ez szűkíteni az adócsalás lehetőségét, így növelni az államkasszába befolyó összegeket. A készpénzes kifizetéseket próbálja minimális szintre csökkenteni a kormány abban a reményben, hogy ezzel csökkentik az adócsalást. Először a jogi személyek készpénzzel történő fizetését korlátoznák, utóbb a magánszemélyekre is kiterjedne. A tervek szerint a jogi személyek 2024. január 1-től 5000 lei helyett csak 1000 lei értékben fizethetnek készpénzzel, a magánszemélyek pedig maximum 5000 leig, ami 2025-ben 2500 lejre csökkenne. A cégek a nap végén 50000 lejnél több készpénzt nem tarthatnak. Az e fölötti összeg 25%-át a hatóságok elkobozhatják. Bakos Levente közgazdász szerint minden intézkedés hasznos, amely a fekete gazdaságot és az adócsalást csökkenti. Kérdéses azonban, hogy a beharangozott lépések valóban elérik-e céljukat. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon nagy gond van a kormány, hogyha ebben látja a költségvetési hiánynak a kiegyenlítését, hiszen már jelen pillanatban a készpénzes kifizetésekre vonatkozóan elég jelentős korlátozás van, és azok, akik csalni próbálnak, azokat megtalálták már eddig, vagy azután is meg fogják találni a kiútat. Nem lehet ezt teljes mértékben egy jogszabályon a pénzügyi fegyelmet helyrehozni, nyilván, hogy kitörekedni kell rá. Az intézkedés csomagot, amelyet felelősségvállalással akar átvinni a kormány, az ellenzék az Alkotmánybíróságon támadta meg, így amíg nincs róla döntés, nincs érvényben. Puskás Bálint volt alkotmánybíró szerint ebben a formában megvalósíthatatlan a tervezet, hiszen sok eldugott faluban, ahol nincs megfelelő infrastruktúra, kivitelezhetetlen az online fizetés. Mindemellett a tervezet sérti a tulajdonhoz való jogot is, hiszen mindenki szabad akarata és elképzelése szerint használhatja a pénzét, de a reform más jogi problémát is felvet. A készpénzes forgalom csökkentése és a teljes átutalása a banki szférába a társadalom túlzott ellenőrzését is jelentheti. Mindenkiről tudják azt, hogy ma kifizetett egy kávét a kávéházba, Budapesten kifizetett egy nadrágot Bukarestbe, tehát teljesen követhető lesz a személy mozgása, ami a szabad mozgáshoz való jogot is sérti az én meglátásunkat. Hozzátette, hogy ez egy európai probléma. Az osztrák kancellár például bejelentette, hogy alkotmányos joggá nyilvánítanák a készpénz használatát, miután az északi országokban általánossá vált, hogy a legkisebb összegeket is kártyával törlesztik. Romániában egyébként a teljes pénztömeg 17%-át tartják készpénzben, de az eurózónához képest ez még mindig szinte kétszeres hányad. Sokan ragaszkodnak továbbra is a készpénzhez, mert úgy gondolják, hogy biztonságosabb bankjegyeket használni.